Beszélgetünk, és majd nekem már jött egy-két dolog, amit annyira bennem van, hogy ki kell mondanom. Tudod, gondoltam, hogyha nem lesz időd, akkor csak felmondom valahogy. Szökjél neki. Érted? Ugye én a Csilla át, most a Csilláérból beszélek, tehát én örülnék, hogyha ő is majd tudod így délután, amikor találkozunk, azt beszéltük, hogy felmondja, és akkor átküldhetem, de az történt, képzeld el, éjjel, akkor mondhatom az álmát, induljunk innen az persze, állam. Persze, lássuk, hogy mi az, miről van szó, kíváncsi vagyok én is. Én képzeld el, hogy Csilla ment egy úton, és elállta az útját egy olyan víz, kérlek szépen, hogy nagyon szennyezett volt, tele ilyen sárga buborékokkal, meg mindenféle, nagyon piszkos víz, szörnyű piszkos víz, ami tele van vegyszerekkel, még ilyen sárgás buborékok voltak rajta. És ez a víz, úgy mondom neked, elválasztott egy olyan gát, hogy fa sorok voltak, de a fa sorok között könyvekkel volt, mind könyvekkel volt megcsinálva a gát. És a Csilla ugye tudta, hogy itt nem tud átmenni, mert érezte, hogy ez olyan mély, kérlek szépen, piszkos is, meg dzsuvás, meg tele volt mindenféle ilyen, mondom, ilyen nagyon szennyezett víz volt. Hát meglátta, hogy a balkész felől van egy tiszta-tiszta víz, ugye ez a gát választotta el, a könyvek gátja. És akkor oda ment, és ott a tiszta-tiszta vízben, a kristálytiszta vízben egy nagy sziklakövet látott, egy gyönyörű sziklakövet, amiről csordogált le a víz, és ő azba belement, körülbelül ugye a mellkasáig ér, de előtte még látott egy pár embert, akik átmentek ezen, így tudtak átmenni ezen a tiszta vízen a túlsó partra, és ő megállt a folyó közepén, tudod, a víz közepén, és elkezdett kiábálni, hogy segítség, és hogy kiábálta, hogy segítség, tehát egy sötét alak megjelent, a sziklakő háta mögül, de nem segített neki. És akkor végén mégis ő úgy döntött, hogy átmegy, tehát nem kiábálott, hanem vette a bátorságot, és átment a vízen, és elért a túlsó partra. De amíg ezek történtek, ő látta azt is, hogy ezt a gátat jöttek valami melósok, akiknek ki volt adva a parancs, tudod, ezek a milyen a munkás ember, mondnak valamit, aztán, hogy ezt a gátat lerombolják, mert már túlcsordulásig volt, tehát már tudod, ez miatt már folyt túl, folyt ki az útra, belengedjék a tiszta vízbe. És megszűnt az álom. Neked mi jött erről, Tibor? Én, nekem jött valami megértés, de szívesen meghallgatom először, hogy neked mi jött ennek kapcsán. Nekem az jött ebből, mert ugye én ráakadtam a Jakab 3-ra, hogy ugye ott beszél a Jakab a tiszta forrásról, tehát ugyanabból a forrásból piszkos nem jöhet. Tehát nekem az jött, hogy a tudomány, a könyvek, ugye, azok felgyűjtötték ezt a rengeteg piszkot, ezt a vegyszeres, nem tudom mit, amit tudod, kiokoskodtunk mi emberek, tehát amit beszennyeztük a tiszta vizet, az élet forrását, a tiszta vizet, és most úgy döntöttek, hogy beleengedik még abba a kevés tisztába is, ami van. Tehát befertőzik a vizet. Ugye ezt én lelkiértelemben értem meg mindig először, tehát befertőzik még azt a maradék tiszta vizet is, ami még az emberiségnek adatot, hogy figyeljenek erre a tisztaságra, az élet forrására, a tiszta vízre, ugye a samariai asszony jut eszembe. De fizikálisan is megtörténhet, mivel Csilla látta, hogy a víznek a tetején ilyen sárga habos volt, mint a gyógyszer, tudod, a gyógyszeres vizet, én már láttam ilyen, tehát ilyen habos, csúvás, tele van vegyszere. Nekem ez jött. Tehát az történik a izében, úgy mondom, most már ezt a Covidot rühölöm, de erről kell beszélgessek. Tehát az történik most, hogy a tudomány nevében ugye be fogják szennyezni a vizet is, az élő vizet is, tehát a iható vizet is, mind a kettő. Már a lelket az beszennyezték nagyjából. Most egyszerre csinálnak mindent, és ezt evel fogják alátámasztani, hogy úgy mondom, hogy megmérgezni az embereket. Tehát tényleg van ebben egy népesség csökkentési terv is, meg ugye az embereknek nem csak a testét ölik meg, hanem a lelküket is. Akiknek nem sikerült eddig a tiszta forráson átmenni, a tiszta vizen, én úgy érzem, hogy egyben a kegyelem idejének, a kegyelem idejének a
elvétele is történik egy időre, nem tudom mennyire. Az is jött a reggel nekem, hogy majd kívánják a halált, de nem fogják megtapasztalni. Na, ilyen gondolatok jöttek bennem, ezt akartam mondani, nem tudom, hogy... A halál elfut előlük, azt mondja az írás, nem, igen, hogy az emberek akarnának meghalni, de a halál elmenekül előlük, így fogalmazza a Jelenések könyve. Igen. De az igazság az, hogy nekem is ugyanez jött egyébként, tehát teljesen egyértelmű, hogy ez az álom legfőképp lelki értelemben értendő, hogy tehát nem hiába volt abban a, nem tudom, nagyon tiszta vízű forrás volt, ugye, egy hatalmas kőszikla volt benne, így van-e? Így van, így van. Az tudjuk jól, hogy a kőszikla, bárbis a Jézus tanítása szerint a kőszikla az az ő beszéde, azt mondja, hogy aki hallja az én beszédemet, és megcselekszi azt, amit ő hall, amit én mondok, az olyan, mint az okos és bölcs ember, aki a kősziklára építi a házát. Tehát aki megcselekszi az én beszédemet, olyan, mint a bölcs ember, aki a kősziklára építi a házát, ugye? És ugyanakkor azt mondja, hogy aki megcselekszi az én beszédemet, aki bennem marad, aki megérti, amiről én beszéltem, abban az élő vizek forrása lesz, örök életre buzgó élő vizek forrása lesz, és aki iszik abból a vízből, az az ember élni fog. Tehát ugye mi úgy válunk az élő vizek forrására, forrásává úgymond mások számára is, hogy az ő szavaira építünk. És az, amit látott Csilla, az szerintem teljesen egyértelmű, hogy az intézményesített kereszténységen keresztül a Jézus tanítását megfertőzik, tehát belefecskendezik, úgymond, tehát ráengedik azt, amit a tudomány felhalmozott, azt a sáros vizet, tehát ráengedik a Jézus tanításaira, és összevegyül, ugye? És ahogy Jézus mondja, egy kis élesztő az egész tisztát megkeleszti. Tehát úgy igazából nem is volna szükség a gát teljes tartalmára, mert... egy kicsike is ugye meg tudná keleszteni, megfertőzi azt. És ez történik az intézményesített vallásosságban, a kereszténységben. Így fertőzik meg a tiszta tanítást. Hogyha lehet, a válaszatokat is megtévesszék, ugye ezt mondja Jézus egyébként. Én teljes mértékben így értem egyébként. Én nem tartom kizártnak, Tibor, hogy a vizet fizikailag megfertőzik, de én tudom jól azt, hogy arra sincsen szükség, hogy a vizet fizikailag megfertőzik, mert elég, hogyha az embereknek a tudatába befecskendezik azt, hogy a vízben koronavírus van. A vízben lehet, hogy nincsen semmi más, csak hidrogén és oxigén, ugye, mint ahogy kémiából tanultuk. De viszont az az ember, aki ezt megtanulta valahonnit, hallotta a híradóba, valahol hallotta ezt az őrültséget, hogy a vízben koronavírus van, és terjed a koronavírus, az ember saját magát leépíti, saját magát megsemmisíti, úgymond, legyilkolja, avval a tudattal, hogy még a vízben is benne lett a koronavírus. És elkezd fájni, mit tudom, a tyúk szeme, és akkor egyből azt fogja gondolni, hogy ez, ha nem egyéb, azért van, mert most már a koronavírus a vízben is benne van. Tehát, hogy igazából nincsen szüksége arra, hogy a vizet megfertőzzék, vagy megmérgezzék, mert azáltal, hogy befecskendezik a médián keresztül, ugye, az emberek tudatába, a köztudatba, hogy a vízben koronavírus van, azáltal már le van igázva a magyarság. És erről beszélnek ugye a főállamú médiában. Tehát én kétlem az, hogy történne konkrétan vízmérgezés. Az, hogy most van benne klór vagy flór, mert mit tudom én mi, mert azt kell fertőtleníteni, azt még elhiszem, de úgy igazából az igazi fertőzés az, hogy leközlik a médiában hivatalos forrásokból mellesleg, hogy a vízben koronavírus van, az éppen elég, mert tudják jól, hogy az ember nem élhet víz nélkül. Tudják jól, hogy azáltal, ugye, mivel hogy létfontosságú szükséglete az emberi testnek a víz, azáltal egy utolsó, úgymond késdöfés az emberiség szívébe, az emberiség hátába, ugye, hogy halljátok-e, akkor mostantól a koronavírus úgy döntött, hogy bele fog ugrani a csapvízbe, meg az ivóvízbe. És ezáltal még többen meg fognak halni, még többen meg fognak betegedni ettől a hazug információ tudattól. Ezért beszélgetünk ugye erről, Tibor, hogy miért fontos érteni az igét, miért fontos, hogy megértsük azt, hogy minden az igéből fakad, egy hazugságból származik a betegség, tehát nem kell semmilyen fertőzés, nem kell semmilyen mérgezés, elég a hazugság, hogy a vízben, a magyarországi ivóvízben koronavírus van, és kész, azáltal meg fog halni több millió ember éppenséggel, ha nem hallják meg az igazságot. Hát persze, a tiszta igét, evel szennyezik be valójában,
ez a szellemi harc, ugye, akik ismerik a tisztát, ugye, azok egyértelműen felismerik, hogy így végzik ki az embereket, tehát így ölik meg az embereket. Azok, akik ezt kitalálták, azok ezt ismerik szerintem. Tehát egyértelmű, hogy képbe vannak, hogy hogy lehet az embert igazából megfertőzni. Nem is fizikálisan, de akár úgy is, de inkább így, hogy beszennyezik a tudatukat. Tehát... Teljesen biztos, Tibor, ez teljesen biztos, hogy így van. És ugye a másik dolog az, amire Gábor is felhívja a figyelmet, mert ő is ugye készített egy videót erről, hogy a víz megmérgezése, hogy ennek meg kell történnie. Tehát ez muszáj megtörténnie, mert másképp különben az emberiség nem szembesül, hogy mit jelent embert követni. Mit jelent az, amikor a vak követi a világtalant? Mit jelent az, hogy amikor az igazság felhőiről, ugye, a bizonságok fellegeiről lecsatlakozunk, és rácsatlakozunk a világháló fellegére, felhőire, ugye? A világhálónak a felhője mi? A Google, ugye? Tehát minden információnk, bármire kíváncsiak vagyunk. Tehát nem régebb az volt, hogy nagymamám imádkozott, valamit nem értett, ő imádkozott. Kapott kijelentést, kapott megértést, ugye? Régebb ezt csinálták az idősek, ugye? Az idősek, nem az idősek csinálták, mindenki ezt csinálta. Tudták, hát nem volt világháló, tudták, hogyha az ember bőjtbe vonul, kis csendbe, szerítségbe kezd imádkozni, akkor az Úristen neki adja a megértést, hogy hol rontott el az életét. De most már ugye lecsatlakoztunk a bizonságok fellegeiről, a mennyei hálóról, rácsatlakoztunk a világhálóra. És onnit van minden információnk. És ennek az a gyümölcse, az ez a gyümölcse, hogy gyakorlatilag az emberiség meg fog fertőződni, de hogy igazából nincs is szükség ugye sem vírusra, sem semmilyenféle mérgezésre, mert elég, hogy az embernek az elméje, az agya meg van mérgezve. Mert az meg ugye elkezd ugye működni, és leépíti az embert, megöli az embert. Nincsen szükség itt semmi többre. Figyelj, azt is kimerem jelenteni, mivel az emberek ezt választották, tehát elkezdtek ehhez ragaszkodni, ugye a virtuális valósághoz, megtagadva a tökéletes tiszta forrást, ugye így valójában olyan, mintha nem is ellenünk találták ezt ki, hanem mi magunk éltettük ezt az egészet, mi akartuk. Pontosan, ezt, pontosan, ezt, Tibor. Ezt szembesülnünk kell. Tehát itt megint ugye ne legyen az, hogy mi mutogatunk valakire. Tehát én nem érzem sose azt, hogy én mutogatnom kellene, mert tudom, hogy én személyesen, hogyha forráshoz fordultam, ő táplál engem, de ahhoz el kell engednem ezt a többit. Tehát a felhőt, a virtuális felhőt, a Google-t, a Facebookot, a YouTube-ot. Én hova tovább, Attila, erőteljesebben érzem ezt, tehát, hogy meg kell fognom, s ácskalapáccsal egy lukat ütök bele egyszer, és el kell felejteni, tényleg úgy, mint nagyszüleink, ők se voltak teljesen tiszták, úgy mondva, de a csendben tényleg kaptak megértést. Tehát csendben, s a bőtben, s a betegségben, s a náthában, ugye de. Kicsit megfáztak tavasszal, na egy hétig szépen feküdtek, ottan gondolkodtak, fohászkodtak minden, és tisztult az életük, tisztult a lelkük, apámé. Hát ez így történt régebb. Megújultak. Pontosan, pontosan. Mint ahogy a fák is megújulnak, tehát annyira tökéletesen megvan ez az egész tervezve Isten által. Még a fák is néznek, ugye, a múlkor beszéltük itt, vagy beszélted valamelyikkel, akkora csodálatos dolog. Tehát elhullassa össze a levelét, és ő is megújul. És az embernek is meg kell újuljon, hiába azt hiszi, hogy nem. Hát mi mai emberek nem akarunk megújulni, mi csak hamar kapunk be egy gyógyszert, érted? Patkánymérget, amit adnak, érted? Nem pontosan, mint ahogy mutatta Ildikónak is abban a látomásban, ugye, mert ment az autóbuszon, és egyszer látta, kinézze ugye az ablakon, és látja, hogy a fa beszél hozzá. Persze most ugye, hát nem úgy kell érteni, meg van zakkanva, nincsen semmi gondja. Hál' Istennek nagyon boldog is. De ugye azt mondja, hogy megmutatta az Úristen a fán keresztül, hogy figyeljetek meg, azt mondja, ha ti is emberek ezt csinálnátok, hogy megújulnátok, hogy ősszel levetköznénk a régit, csinálnánk egy ilyen számvetést, egy ilyen számadást, hogy ne, ezt rosszul csináltam, megbántottam a sógoromat, megbántottam én nem tudom én kit, mit gondoltam mit tudom én kiről. Csinálnék egy ilyen számadást, és a száraz leveleket, a bűnös leveleket, a hazug leveleket lehullatnám, megújulnék azáltal, és nagyon sokáig élhetnénk itt a földön. Ezt a megértést kapta Ildikó, ugye? Amikor a fára nézett. És ugye mennyire igazolja ez is, hogy az Úristen mindent megragad, hogy beszéljen hozzánk. Mindent. A természetet is, mindent, álmokat is, mindent, a Bibliát is, mindent. És tanít, egyfolytában tanít. Minden jelenlévő szól hozzánk egy fúzamba, és a fáról jut eszembe ezt, még elmondom neked, hogy
nem csak Ildikó, Ildikó nagyon örülök, hogy megkapta ezt, és én képzeld el, amikor 33 évesen krónikus májbeteg lettem, és akkor legelőször, amikor úgy intenzíven hozzám szólt, jó Isten, akkor azt mutatta nekem is, egy nagy fűszfa volt az udvaron, azt hiszem már meséltem neked, és rá odafordította a fejemet, képzeld el, és azt mondja, nézzél rá erre a fára, és ránéztem, ez gyönyörű nagy fűszfa. Azt mondta, hogy ez érted van, érted? Érted van teremtve, neked van teremtve. Szerelemből, szeretetből, érted van oda téve, csak gyönyörködj benne. És akkor én ezt ugye, engem ez úgy megragadott, de utána visszamentem a világba. Tehát ilyen fa történetem több van nekem is, tehát csodálatos. Hát az édenkert is azzal kezdődik, ugye az életfáj, ez mind jelképes, az életfáj, a tudásfáj, meg minden. Ez mind jelképes. Aztán, ha valaki nem érti meg, akkor marad a vallásban, marad a babonaságban, ez van. Pedig az Isten felkínálja lehetőséget, hogy megértsük, hogy mit akart ő ezzel nekünk üzenni, ezzel a történettel, az édenkerti történettel. Hát minden esetre az másik az, hogy az is jött nekem például, hogy mi valójában nem is kell tudjunk semmit, mert ez a tudás, tudod, ez bele van mantrázva a fejünkbe, hogy nekünk tudnunk kell, tehát azért tud uralkodni rajtunk ez az egész virtuális technológia, meg mit tudom, milyen Facebook, meg YouTube, meg minden, mert belénk van már kiskorunktól nevelve, hogy bár pedig nekünk tudnunk kell, nem felfedeznünk kell, megélnünk, hanem tudnunk. És a tudással ugye eljutunk arra a szintre, hogy csinálunk egy csomó butaságot, tehát valójában saját magunkat pusztítsuk ki. Mint ahogy Pál apostol megmondta, ugye, hogy az utolsó időben meg fog szaporni a tudás, a tudomány, de ezt nem jó értelemben mondta, hanem ilyen okoskodó értelemben. Tehát ezt én is meg kell értsem Isten kegyelméből, hogy nekem semmit nem kell tudnom, mert nekem minden aktuális tudás, amire nekem most szükségem van, elérhető. És amire nekem mostan nincsen szükségem, az nem kell. Én nem akarok mindenre emlékezni. Nem akarok folyton tervezni. Nem elég az nekem, hogy amire most szükségem van, azt én folyamatosan megkapom? Rajta van a jelen? Állandóan? Igaz? Hogy mondod? Hát úgy, hogy az ember a rajta van a jelen, instant módon megkapja a választ. Pontosan, pontosan. Tehát az igazi bölcsességben, az igazi tudásban nincs emlékezés. Tehát az igazi tudás nem az, hogy én folyton kotorászok az emlékeimben, hogy ezt hol tanultam és hol olvastam, hanem az igazi tudás az, amikor én instant módon kapom a leges, legfrissebb frissítést, ugye? Legjobb frissítést, és mindenre ott van a válasz rajta jelen. Avagy ugye az írás szerint ugye szent lélekben, Istennek a lelkében. Hogyha én gyermek vagyok, ha nem vagyok gyermek, akkor mi van nekem? Van egy csomó emlékem, van nosztalgiám, van egy csomó tervem. De nem vagyok jelen, nem vagyok benne a jelben. Szörnyű, tehát tényleg, és emlékekből táplálkozunk, leülünk, és akkor meséljük a idióta történeteinket. Pontosan, pontosan. A nevetgélek már, bocsi. Na hát ezt akartam elmondani, hogy nekem is ez jött ebből a csillálmából, tehát akkor az élő víznek a, ugye a Krisztus tanításának a totális beszennyezése folyik. Persze, nem hiába van a kőszikla benne, abban a tóban, vagy abban a forrásban, ahol amit ő látott álmában. Tehát a kőszikla is ugye megerősíti azt, hogy tulajdonképpen ez egy jelképes álom, nem egy ilyen szószoros értelmében vett álom, de nem egy szószoros értelemben vett mérgezés. A mérgezés lelki szellemi szinten történik folyamatosan. Igen, és ugye a vallás amúgy tényleg mindig elismert, hogy a vallás és a tudomány nem áll egymástól távol, tehát ők ugye kéz a kézbe járnak. Hát pont úgy, mint a vallás ugye és a császár kéz a kézbe jár, hát egyértelmű, hogy ez szennyezi be a tisztaságot. Tehát ez szennyezi be, ugye az utóbbi időben rengeteg ilyen kijelentést kaptunk, hogy ugye a gyerekeken kezdődik az egész, ott kezdődik el ez a beszennyezés, és az az igazság, hogyha az embernek megszületik a gyereke, ha hagyná, hogy ő felfedezze az életet, tiszta lehetne teljesen. Tudd meg, Tibor, hogy én már nem szívesen gondolkodok úgy az ilyen dolgokról, hogy jaj, ezt csinálják, és megmérgezik, és terjesztik. Nem, nem. Már nem szívesen gondolkodok erről így, mert valahányszor úgy gondolkodok, hogy jaj, hát ezt tették azért a parlamentben, meg ezt a rendeletet hozták, meg ezt a törvényt hozták, akkor ez folyamatosan ugye harmadik személy többes szám, ugye? Hát én sosem vagyok hibás semmit, apámé. Ez így nem jó. Ez így nem jó. Nem azt mondom, hogy
Hogy egyszerűen ez van, tehát ezt kapom miért? Azért, mert így döntöttem. Én döntöttem úgy, hogy embereket kövessek, hogy az embertársaimat nem úgy használjam idézőjelben, ne úgy nézzek rájuk, mint utitársaimra, testvéreimre, barátaimra, hanem úgy nézzek rájuk, mint Istenre. Tehát ez az emberkövetésnek a következménye. Ott nem az van, hogy akkor most nem tudom, a macsok politikusok mit csináltak. Ők ezt meg kellett csinálják, mint a Jézus mondta, hogy szükséges legyenek megbotránkozások, de jaj annak, aki által lesznek. Tehát már úgy nem veszem be, hogy a vizet megmérgezték. Jaj, szegény kis ártatlan gyerkőcembet, megmérgezték a vizemet, s a vizeletemet, ugye. Őrültség, komolyan mondom. Folyton hárítunk. Ha folyton hárítunk, akkor mikor lesz ebből megoldás? Mikor lesz ebből kiút, vagy hogy tudunk ebből kijönni ebből az állapotból, hogyha mindig mi voltunk az ártatlanok, és mindig kihasználtak bennünket, folyton megmérgeztek bennünket, folyton megbetegítettek bennünket, nekünk ez semmi közünk nem volt. Úgy érted, ez őrültség, ez a gondolkodás. Persze, így van, a hárítás, ez az egyik fő bűn az embernek, pont ez az. Ugye ez a hárításból kell kilépjen az ember. Pont tegnap beszélgettem egyik kedves ismerősömmel, és olyan érdekes felismerés volt. Végig beszélgettünk, és végig hárított. És mondtam neki, hogy hát imádkozzál, hogy az Isten adjon megértést, mert ugye úgy állunk hozzá. És ezt én is úgy vagyok, hogy sokszor nem kapom rajta magamot, hanem én is szembesülök, tudod. Isten szembesít, hogy hello, hello, hát hárítani akartál, vagy mit tudom még. Abból van a legtöbb bűnünk, úgymondva, abból van minden, az a mi félrevisz minket, a mutogatás. Pontosan, nem is kérdés, Tibor, nem is kérdés. Figyelj, nagyon érdekes értést és látást kaptam. Persze ez ugye meghosszabbítja azt valamilyen szinten, amit tegnap beszéltem a felhőkről, mérgezett felhőkről, ugye. Hogy amikor az interneten keresgélünk, mit teszünk valójában? Tehát amikor én az interneten keresgélek, akkor mit keresek? Tehát mit keresek én az interneten, mit keresek a világhálón? Hát, hogy igazából mindenki valami érdekességet keresne. Miért keressük az érdekességet? Azért, mert az életünk nem érdekes. Miért nem érdekes az életünk? Azért, mert el vagyunk szakadva az élet forrásától. Tehát az interneten, amikor én keresek valamit, akkor valami érdekességet, valami örömöt, valami boldogságot keresek. De viszont, hogyha én keresem az interneten, a világhálón az örömöt, az érdekességet, a boldogságot, akkor azt jelenti, hogy én nem Istenre bíztam az örömömet, a boldogságomat. Ha én akarom megkeresni és megtalálni, akkor ezzel én azt mondom, hogy úgy igazából nem bízok abban, hogy az Úristen nekem megadja, hogy ő tökéletesen látja nekem, mire van szüksége. És folyton keresek, kutatok, kajtatok, mint a malacka a vályúban, ugye? Óriási, amit mondasz. De tényleg, tehát azon kaptam magam, én is elkezdtem ottan görgetni valahol lefelé, és mondom, hogy jött a lélek, és szólt, hogy haló, mit keresel? Hú, te Ati, hát szerintem nekem is ez volt a hétvégén. De komolyan te. Jött a lélek, kérdezte, hogy mit keresel? Nem bízol bennem, hogy én tudom, hogy neked mire van szükséged. Miért keresgész? Miért nem bízol? Engedd el magad, aludjál szépen, majd álmodban szépen találkozunk, beszélgetünk, kapsz még tanítást, kapsz még mindent. De hogyha én keresem, akkor a kezembe vettem azt, hogy én döntöm el, hogy nekem mire van szükségem. Én döntöm el, hogy nekem milyen információra van szükségem. Hát nem kéne inkább örüljek, Tibor, annak, hogy nem találkozok bizonyos információval. Annak kéne örüljek, hogy fölösleges információval nem találkozok. Márpedig, hogy a lélekben vagyok, az teljesen biztos, hogy én fölösleges információval nem fogok találkozni. Csak azt adja nekem a lélek, amire nekem szükségem van. Ezért nem fogok görgetni lefelé, sem a Facebookon, sem a YouTube-on, sehol. Nem kell nekem semmilyen információ, ami terhemre van. Ati, rájöttem, hogy mi most ezért beszélgetünk inkább. Figyelj, itt a vége fele. Óriási, amit mondasz, mert nekem is ez jött a hétvégén, tehát én már nem szoktam úgy imádkozni, hogy letérgyelek ottan, mert többször figyelmeztetett engem a lélek, hogy nem kell ott szenteskedni, tudod, tehát nőjek már ki a vallásosságból, tudod? Tehát annak is megvolt a helye annak idején. Megvolt a helye annak idején. De képzeld el, szombaton az történt, jött egy óriási indítatásom, hogy térdepeljek le és imádkozzak. Ugyanezt mondta nekem is, mint neked. Hogy ő többet tud adni, hagyjam abba a keresgélést, akarom, hogy ő mutasson nekem dolgokat. Egész nap nem történt velem más, még napközben is,
folytonosan éreztem, érted, hogy valamit mindig mutatva, valamit éreztet, és egész nap egy ilyen olyan állapotban voltam, hogy is mondjam neked, a köztes állapotban. Rendesen fájt, hogy ezen a földi léten itt most én kell, itt most arrébb toljak valamit, érted? Mert éreztem, hogy fölösleges nekem most ott kéne ülni, érted? És ugyanez jött, amit te mondod. Fantasztikus, érted, ez így van, tehát ő adja meg az örömet, nem? Felemelő érzés, ez Tibor. Felemelő, így van. Hát felemelő. Úgy jártam a minap is, hogy lefeküdtem, és tényleg mondom, hogy hát akkor, na most akkor napnak vége, most akkor megnézem, hogy mit tudom én, valaki tette fel valami jó bizonságot, valami jó történt-e vele, és egyből hallottam a hangot, hogy te várjál, de én tudom, mire van neked szükséged. Hagyjad most, ne nézzél semmilyen bizonságot, se angolt, se kínait, se magyart, hanem bízd rám. És mondta, abba helyben kapcsoltam ki a telefon, minden, feküdtem le. Egész éjjel tanított. Egész éjjel. Jöttek a felismerések. Hallottam a hangot, a gond. Még reggel is úgy ébredtem fel, de frissen, értele. Felkeltem egy új megértéssel, nagyon fontos megértéssel. Mit jelent az, amikor az ember elengedi a világhálót, a lenti felhőt, a fenti felhőért? Mert folyamatosan jön a fenti felhőből annyi, amennyire nekem szükségem van. Mekkora ez? Te olyan intenzíven szokott engemet is nevelni éjszaka, ugye én ez az álmodós lelkületű vagyok, tehát engem így szokott van olyan, hogy nem lenne elég egy hét, hogy én ezen végig csámcsogjam magamot, olyan csodálatos tanításokat ad, ugye egyszerűen annyira átfolyik rajtam, és így kész, tehát mondom, a mi nálunk ez történik, hála Istennek, tehát mi vagyunk a recsege a mikrofonom, nem tudom, megfogtam. Jó, nincsen semmi gond. Az egész családunkban ezt műveli a Teremtő, jó Isten, érte, csodálatos. Tehát mi mondtam, leülünk, de nem volna elég 24 óra, hogy megbeszéljük az éjjel, mit láttunk sorozatban, érted? Ez egyszerűen annyira jó, érted? Hogy... És figyelj meg, hogy milyen sokan, tehát milyen sok ember van, és tényleg keresi ottan ilyen érzéketlen arccal már egy görget az ember lefelé, és már un mindent, unja a képeket, unja a képmutatást, unja az információt, unja a híreket, és nem tudja, hogy nem kéne görgetni lefelé. Mert ha lefelé görgetek, az egyenesen pokol, ugye, szó szerint pokol a léleknek. Hanem az Úristen tényleg megelégít, ahogy mondja az írás, hogy bőségesen ad nekünk. Azt mondja, hogy kiáltsál hozzám, és én válaszolni fogok. Kiálts hozzám, és fogok válaszolni minden kérésedre. Nem, én inkább görgetek lefelé. Hátra kapok valamit a vájúban majd valahol. Egy kis cukorkát. Őrültség. Ez biztos, hogy így van. Őrültség. Se kéne engedni. És ugye, pedig ez nem is olyan nehéz elengedni, csak addig kell eljusson az ember, hogy tényleg kiáltson, hogy az Isten szóljon, válaszoljon vissza neked, mert a mutat olyan dolgokat, hogy egyből elengedi az ember ezeket, az biztos. Tehát pont ez van, hogy ezeket el kell engedni az ember, ha élni akar, ezt az örömet, amit az Isten ad tényleg, és ezt az információt, meg mindent, amit ő megmutat neked, amire szükséged van. Önként örömből fogja az ember elengedni. Pontosan, Tibor, hát mit foglalkozz, aki nevel az információval, például, amit te kapsz, amire neked van szükséged? Tehát amit te kapsz, tegyük fel most egy jelképesen, az egy olyan információ, amire neked konkrétan abban a momentumban, ahol te éppen mostan vagy, szükséged van. Így van-e? Persze. Ez még igaz, de az, ami nem igaz, hogy nekem most éppen arra nincsen szükségem arra az információra. Nekem nem azzal Persze. kell foglalkozni, mert engemet is személyesen akar úgymond tanítani, és engemet is figyelmeztetni arra, ami számomra fontos, amit nekem kéne látni, ugye? Ez volna az igazi kapcsolatnak a lényege egyébként, ugye, és ezért mondja Jézus, hogy a mennyek országa nem szemmel látható módon jő el, hanem a mennyek országa ti benedek van, ti köztetek van. Tehát, hogy ugye vannak emberek, akik benne vannak a világban, és nem tudják, hogy van ilyen lehetőség. Részben azért nem tudják, mert nem mondtuk el, nem hallották, és részben azért nem tudják, mert nem érdekli őket. Beérik azzal, amit kínál számukra a világháló. És így nem tudják, hogy van egy ilyen valóság, amiről mi most itten beszélünk. Azt gondolhatja bárki, hogy megbalondultunk. Meg vagyunk balondulva. Miről beszélnek ezek? Milyen hangokat hallanak? Hát Isten megmondta, hogy beszélni fog hozzánk. Nevünkön szólít, tanít. Megad mindent, amire szükségünk van. Miért kövessünk embereket? Miért kövessünk emberi rendszereket? Miért kérdezzük a Google-t?
amikor Istent is kérdezhetjük, a tökéletes Istent, az ég és a föld teremtőjét. Figyelj, a néven szólítással olyan tökéletes kijelentést adott nekem, érted, hogy Isten, egy reggel úgy ébredtem föl, hogy tudtam, hogy Csilla most fog fölébredni, de ő nem úgy szólította, hogy Csilla, hanem így mondta nekem, hogy most fog Erzsébet fölkelni. És ezt így nem értettem, hogy ezt miért mondja, és Csilla kelt is föl, de tudod, én még aludtam. És ahogy kinyitottam a szemem, tényleg Erzsébet kelt föl, tehát a Csilla, hát ő a nevén szólítsa, tudod? A nevén szólítsa, tehát ez jelzés volt nekem, hogy ő már a Csillát a nevén szólítsa. Így érthető voltam? Én sejtem, miről beszélsz, tehát aki ezt hallgatja, nem biztos, hogy meg fogja érteni, hogy ez miért történt így. Hogy mindenkinek ugye kap egy fehér kövecskét. Egy név van rajta, amit csak ő tud, ugye? Hogy az embernek ugye van a régi természete, az ó természete. És ahhoz tartozik minden, ugye? Tehát a régi név, az Attila meg minden. Tehát én nem vagyok Attila, hogyha igaz, hogy van újjászületés, akkor én márig nem vagyok Attila. Nem lehetek Attila. Mert az Attilához tartoznak azok a tulajdonságok, amiket én viseltem mostanig. És elvileg ugye az ember új nevet kell kapjon Istentől. Persze ezt ugye el túl misztifikálják egyesek, és ebből vallást csinálnak, de teljesen biztos, hogy ez ugye jelképesen azt jelenti, hogy az embernek a régi természete megszűnik, elmúlik, és kap egy újat helyette. Egy új nevet. Tehát én azt a kijelentést kaptam ezáltal, hogy a feleségem már ő újan szólítsa az új nevén. Tehát értsem már meg én, ő azt, hogy ő már új. Neki is új, érted? Tehát az új nevén szólítja. Értem. Na, én ezt akartam mondani, így egy leegyszerűsítve ugye a dolgot. Na, hát... Na jó, van, hát de én felvettem ezt a beszélgetést, és nem is fogom megvágni, már nincs nekem türelmem vagdalózni. Így, ahogy van, szerintem, hogyha téged nem zavar, akkor én felteszem az internetre, mert... Komoly téma ez, és az biztos, hogy tovább lehet menni a nyúl üregében, az összeesküvés elméletben, hogy a vizet még jobban megmérgezték, csak akkor most már koronavírus is van benne, nem csak klór és nem csak fluor, hanem koronavírus is, meg mit tudom én, mi van benne, ebola, meg elefánt, influenza, meg mit tudom én mi. Itt nem erről van szó, kedves aggatók, hanem arról van szó, hogy az élő víz van megfertőzve, az élő víz az életnek az igazsága, hogy Jézus kijelentett, és az van mostan megfertőzve, arra van ráengedve a sár lé egyébként, ugye. Tehát, és megvan ugye írva, és Jézus elmondta egyértelműen, hogyha ténylegesen megvan a fertőzve, vagy megfertőznék a vizet, azt mondja, nem árt nekik semmi. Miért? Azért, mert ők nekik már hatalmuk van, hatalmat kaptak a fölött. Tehát semmi sem árthat nekik, kigyókon taposnak, hogyha valami mérgezőt isznak, nem árt meg nekik. Egy kedves ismerősöm ezt konkrétan megtapasztalta Nepálban, ezt Gábor is elmondta. Mesélted. Aki ugye felment a, mit tudom én, a sámának közé egy olyan távoli helyre, tehát a magas Himalájába, ahol tehát teljesen, hogy mondjam, ilyen saját törvényeik voltak, tehát nem... érinti őket sem az alkotmány, sem a kormánynak a törvényeimet, ők a magasan vannak, hogy oda nem megy fejóformán senki. Sámánok uralkodnak, ilyen babonás isteneik vannak, kardokkal uralkodnak, és ezekhez mentek fel ez a srác. És amikor, tehát úgy szóba jött, hogy az Isten, hogy ők egy új Istent vittek, úgymond oda, akkor előkapták a kardjaikat. És amikor látták azt, hogy ezek az emberek nem félnek, mert ugye tehát ők megszokták azt, hogy amikor a kardot kirántják, előrántják, akkor mindenki összetolja magát. És ők nem féltek, egyszerűen. És pont azáltal, hogy látták a sámának, hogy ők nem féltek, kíváncsiak lettek arra, hogy hát miről van szó, tehát milyen istenek vannak, hogy nem félnek a kardtól ezek az emberek. És na hát beszélgettek meg minden, de végül az történt, hogy az ételükben mérgetettek, megmérgezték őket, hogy nehogy az ő istenük ott, úgymond, otthont építsen náluk. És másnap, hát most lehet, hogy most nem szó szerint minden így volt, lehet, hogy nem emlékszem teljesen pontosan, de ez a lényege, másnap jöttek a sámánok is, meg voltak lepődve azon, hogy ezek élnek. Ezek hogy élhetnek? Holott megmérgezték és kérdezték, hát ti éltek, vagy mi a helyzet? És azt mondja, hát miért ne élnénk?
És akkor elmondták, bevallották, hogy ők megmérgezték őket, halálos mérget tettek az ételükbe, mert féltek attól, hogy az ő istenük, az új teológia úgymond gyökeret ereszott náluk. És amikor ők látták azt, hogy ezek az embereknek jóformán semmilyen bajuk nincs a halálos méregtől, na akkortól kezdték ők megírteni, hogy van egy élő Isten. Tehát kedves agatók, nem azzal kell foglalkozzunk, hogy most akkor Orbán Viktor mit tett a csapvízbe, vagy a szívóvízbe, mert ez őrültség, ez összeesküvés elmélet, ez baromság. Isten bocsássa meg. Én nem azt mondom, hogy nem történhet, mit tudom, egy ilyen fokozottabb szintű, mit tudom én, klórozás, vagy mit tudom én, flór, vagy valami, teljesen mindegy. Meg van írva, hogy aki igazságban van, annak nem árt meg semmi. Tehát ezt, hogyha valaki nem érti meg, akkor az hiába menekül, hiába fut ugye, folyton a hegyre, hogy töltsön vizet magának, mert neki tiszta forrásvíz kell, meg minden, mert az önmagában nem ér semmit. Hogyha az a víz, ami bemegy az én testemnek a lámpásán, a szememen keresztül, a füleimen keresztül, az a víz, amit én kapok én szellemileg, ha az a víz nem tiszta, akkor teljesen mindegy, hogy én milyen vizet iszok, mit tudom én, perla hargitét, hargita gyöngye, vagy csapvizet, vagy mit tudom én, palackozott vizet, evian vizet, teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Ez a lényeg szerintem, Tibor, tehát az álom eszi elképeszt egyértelműen szerintem. Persze, így van. Tehát egyértelmű, hogy aki nem tud elszakadni ettől a hamis forrástól, tehát a beszennyezett izétől, akkor az egyértelmű, hogy ott fog kutakodni. Tehát onnan van a táplálék, tehát egyértelmű, hogy beszennyezi az embert. Hát ezt produkálja az ember, ugye csak akkor érti meg valaki, Attila, hogyha tényleg teljesen tisztán, őszintén odafordul Istenhez, és kéri, hogy kiáltson hozzá egy vezessőt, és akkor meg fogja érteni, hogy mit jelent az, hogy ő beteg lett. Miért lett beteg? A lélek ki fogja jelenteni neki. Teljesen biztos. Azért leszel beteg, mert a léleknek a jelzéseire nem figyelsz, és akkor így jelez, ugye, hogy le kell állni. Nem, mert legyünk őszinték, hogy belénk van nevelve ez a reggeltől estig való szaladgálás, tehát valójában ilyen értelemben óriási ajándék ez a Covid. Tudom, hogy azt mondják sokan, hogy ez őrült, de óriási ajándék. Tehát most mindenki vizsgálódhat nyugodtan otthon, hogyha véletlen el is kapja, ugye úgy mondva, azt mondják, hogy ő pozitív, hát üljön otthon és gondolkodjon az ember, hogy miért lett ő pozitív. Óriási lehetőség ahhoz, hogy szembesüljön az ember és megismerje a tökéletes Isten. Nem tudom pontosan, melyik beszélgetésben volt erről szó, vagy egy videóban, ahol konkrétan el van mondva, le van vezetve, meg van mutogatva. Azt hiszem az a videó címe, hogy mennyien kell még belehaljanak. Vagy nem tudom pontosan, ez az. Lehet, hogy az, azt én hallgattam. Lehet, hogy az. Nem, mi van a védőoltásban a magyarázat? Na, abban van szépen levezetve, hogy mi az, hogy betegség. Mi az, hogy betegség? Hogy a betegség tényleg arra van, hogy az embernek jelezze, hogy a lelke nagyon rossz helyen van, rossz helyen tapogatózik, és felébredjen. És akkor mi ezt ráfogtuk egy ilyen külső bankusra, ugye? Egy külső röpködő vírusra. És akkor sosem fogunk mi szembesülni azzal, hogy a hiba valójában nem Wuhanból jön, hanem a mi szívünkből, mint ahogy Jézus mondta, mi szívünkből származik minden probléma. Kedves hallgatók, én tegnap feltettem egy videót, az a címe, hogy mérgezett felhők az emberiség fölött. Na, az is segít megérteni, hogy gyakorlatilag mi az a mérgezett víz, és hogy válik az ember mérgezetté, melyik az a víz, ami konkrétan meg tudja mérgezni az embert. Mert Jézus azt mondta, ugye amikor jöttek ezek a kézmosás mániák, ugye bejött, ugye hát koronavírus, hát fertőtlenítsünk, mossunk kezet meg minden. Ugye hát ez megtörtént a bibliai időkben is, Jézus idejében, hogy Jézust megszitták a farizeusok, hogy van az, hogy az ő tanítványai nem mosnak kezet, ugye? Nem mosnak kezet evés előtt. És akkor Jézus elmondta egyértelműen, hogy hello, itt félreértés ne essék, nem az fertőzi meg az embert, hogy mosdatlan kézzel fog kajálni,
hanem a szívnek a tartalma fertőzi meg az embert, amivel mellesleg az ember nem akar szembesülni. Attól lesz beteg, nem attól, hogy most ő egyszer nem volt neki víz, hát a bizonyos helyeken Indiában, meg Afrikában nincsen víz. Nem úgy van, hogy ez így egy tonna vízzel megmosuk a kezünket evés előtt, és mégis élnek az emberek. Tehát hazugság, minden hazugság, tehát a média tényleg hazudik, kedves aggatók, a média durván hazudik, és aki a médiát követi, a Facebookot, a Googlet követi, teljesen biztos, hogy az ő vize meg lesz fertőzve. Még akkor is, hogyha a csapvíz meg a palatkozott víz nem lesz megfertőzve. De hogyha megvan fertőzve az ő vize, amit ő beiszik a szemein keresztül, az ő elméjébe, az ő szívébe, annak az embernek annyi, az mehet ki a temetőbe. Ez az igazság sajnos. Ennyire szomorú a valóság. Ennyire vagyunk lebutítva, hogy minket nem az a víz fertőz, ami a csapon folyik, vagy amit megveszünk a Lidl-ben, vagy nem tudom én hol. Ezt a hülyeséget, ezt amúgy én is elhittem. Én is azt hittem régebb, hogy jaj, hát mi attól van nekünk problémánk, meg rákos betegség, meg túl sok a klór, meg túl sok a flóra, a fokrémben, meg a vízben. Őrültség. Én is be voltam csapva. Ezt mindig elmondom, hogy senki ne higgye azt, hogy én kevékedek, vagy hogy én itten fölényeskedek másokkal szemben. Nem erről van szó, nem erről beszélünk, kedves aggatók. Úgyhogy én mindenkinek azt kívánom, hogy igyon tiszta vizet. De ne a csapós, ne a Lidlből, ne abban gondolkozzon, hogy az a tiszta víz majd őt megmenti, hanem a tiszta igazság, a tiszta, az élő vizek forrása, Jézusnak a tanítása. Ez nem kell sem kereszténység, semmilyen vallás, semmilyen szekta, semmilyen gyülekezet. Ehhez igazság szeretet kell, ehhez ima kell, két hajlékony térd, alázat. Mert azt mondta Jézus, aki megalázza magát, az felemeltetik. Aki nem alázza meg magát, aki felemeli saját magát, az megaláztatik. Ennyire egyszerű a képlet, az élet igazsága, az élő vizek forrása. Úgyhogy én tényleg mindenkinek azt kívánom, hogy abból táplálkozzon és abból vegyen magához. Mert azáltal megmenekül. Persze, hogyha ő is akarja, ez Isten, mint ahogy többször mondtuk, nem fog ajtóstóránk rontani, nem fog minket megerőszakolni az ő szavával, az ő igazságával, de aki hozzáfordul, teljesen biztos, hogy bőségesen meg fogja kapni a tudást, a látást, a tiszta vizet, amely megeleveníti az ő elmét, az ő szívét, az ő fizikai testi egészségét és a lelki egészségét, ami a legfontosabb. Tibor, neked még valami van-e? De ez az igazság, hogy én is ezt akartam pont mondani, amit most mondtál, hogy ez az élő víz megtisztítsa az embert, teljesen átmossa, és onnantól kezdve az ember nem követ embereket, hanem örökké minden nap, mindörökké, így is mondhatnám, az élő Istenre figyel. Tehát ennél csodálatosabb nincs. Tehát én is csak ennyit fűznék hozzá, úgyhogy pontosan ennyi, hát igen, ez erről szól. Tehát most, hogyha valaki nem akar ezen elgondolkodni, akkor azon gondolkodjon el, hogy miért van az, hogy van két ember ugye egymás mellett, egy tömbházban, egy városban, egyik teljesen be van tojva, mindig beteges, tömi magába a gyógyszereket, a vitaminokot, a másik nem csinál semmit jóformán. Patikába életében nem járt, mégis egészséges, nem kell maszkot hordjon, nem kell féljen, nem kell retegjen, és van külső és belső egészsége. Miért van ez? Azért, mert az egyik a tiszta vízből iszik, abból táplálkozik, a másik pedig a mérgezett sáros vízből iszik, az fogyasztja, ugye? Ennyi az egész, kedves aggatók. Hát ha valakinek az érdeklődését és a kíváncsiságát ezzel felkeltettük, akkor ne hozzánk forduljon, hanem én mindenkinek azt kívánom, azt javaslom, hogy alázza meg magát, merjen fohászkodni, legyen bátor. A bátorság ahhoz kell, az ember megalázza magát Isten előtt. Olvassa az evangéliumot, mindent meg fog érteni. Isten mindent kijelent számára. Ezt ő megígérte. Mi ezt éljük, mi ezt tapasztaljuk, mi ezt elmondjuk, hogy aki ezt hallja, azáltal talán hitet kap, bizalmat kap, és Istenhez fordul és megmenekül. A Covid-tól, a mérgezett víztől és mindentől. Összes propagandától. Ennyi. Tibor, neked még valami? Hát amen, ennyi. Jó, oké. Köszönjük szépen a beszélgetést. Jó egészséget akkor mindenkinek. Isten áldjon, sziasztok. Áldjon mindenkinek.